Sziasztok, sziasztok, üdvözlet mindenkinek, kellemes éjszakát és áldott jövőt kívánok mindenkinek. Száva Vince vagyok, jogvédő országos elnök. És mindjárt meg is mutatom nektek az időt, mielőtt bárki azt hinné, hogy nem éjszaka fél kettő van, de ez nagyon sokszoron láthatjátok. Segítjük a hátrányos helyzetűeket, ruhadomány, bútoradomány, és amiben lehet ingyenes jogi tanácsadásunk van. De kedves mindenki, legyetek szívesek, adjatok nekem választ arra, hogy miért van az, tudja mindenki, aki nem tudja, az is tudja, hogy nekünk nincs állami támogatásunk, nekünk nincs havi fizetésünk innen, abból, amit teszünk a hátrányos helyzetű szegény emberekért. Látjátok a munkánkat, és föltenném a kérdést, válaszoljatok. Miért van az, hogy tudják bírálni azt is, ami fizetés nélkül van, önzetlen munkával, karitatív jelleggel? Jó emberek ezek? Továbbá, miért vannak irigy emberek? Mitől? Azt lehet irigyelni, hogy dolgozunk, és így látható, persze voltam itt a középben is, vettem, azt nem kaptuk, az csoki, a gyerekeknek, unokáknak, meg ilyen bizonyos friss sütemények. Csak így mondom, mert hogy ez is teli van. Tehát akkor úgy őszintén mondjátok meg nekem, hogy úgy komoly, hogy ilyen emberek születtek a földre, hogy kell bírálni azt, és nem néz bele önmagába, hogy a lelke most az fehér, fekete, rózsaszín. Hát szerintem tudjátok. Meg vagyok rökönyödve, le vagyok sújtva, hogy hát ez a 21. század, hogy ilyen 2024, és ilyen lesz a többi is. Hát reméljük, hogy nem. Áldottak legyetek, írjátok meg a véleményeteket, mert engem érdekel, hogy ha valaki cselekszik másokért, az miért bűn. Áldás legyen veletek. 0-74-18-14-48-as a telefonszámom, és hogyha segíthetünk, akkor vagyunk. Jogi ügyek, büntetügyek, és ingyenes jogi tanácsadásunk van természetesen. Ezeknek nagyon fognak örülni a ruha, és lábbeli, és minden, sok minden van itt. Üdv nektek, sziasztok!